Sziasztok! Ez itt a Bibliomancer, a Roboraptor könyves podcastja, és folytatjuk a Skifi évadunkat. Én Anna vagyok. Én pedig Szebi. Sziasztok! Sziasztok! Hát a mai témánk az egyik kedvencem lesz, Isaac Asimov, és az én a robotot választottuk, hogy így folytassuk a robotos témát, a klasszikus science fiction, a science fiction aranykorszakának az egyik, leg, egyik, meghatározó alakja. A három nagy közül az egyik, ugye a másik kettő Heinlein volt, és Arthur C. Clarke, és egy megkerülhetetlen alak a skifirodalomban, úgyhogy muszáj róla beszélnünk, ráadásul az egyik személyes kedvencem is, én egyébként a Science fiction való ismerkedést is velekeztem, mert tőle ajánlották először az alapítványt, ami megmondom őszintén, hogy elsőre egy annyira nem dobtam el az agyam az alapítványtól, de amikor másodjára olvastam így a trilógiával egyben, akkor nem tudtam letenni. Te hogy találkoztál először a szimóval? Én is az alapítványjal találkoztam először. Sokáig amúgy nem akarodzott nekem a Simóvot olvasni, mert valahogy az volt bennem, hogy így az amerikai skiffi annyira nem jönnek be. Arthur C. Clarke-tól olvastam még, hát ez ilyen tínédzser korban, mm. szerintem a Város és a Csillagok című könyvet. Én egyszerűen nem kötött le, nem volt annyira jó, és én nagyon benne voltam Stanislav Lem munkásságában, aki viszont még a mai napig is nekem a legnagyobb király. Szóval úgy voltam vele, hogy ah, tudom, hogy azért nagyon híres, és nagyon jelentős, és szerintem, hogyha így a teljesen random embert, embereket csak így elkezdett kérdezgetni, hogy ki az ilyen nagy skifi akkor valószínűleg az imov tényleg ott lesz a lista legtetején. Uh, akkor te is Lem véleményét osztottad, ugyanis Stanislav Lem nagyon nem lenézte az amerikai szkifi irodalmat, ilyen blőd, marhaságnak tartotta, meg hogy komolytalan, nem foglalkoztak komoly kérdésekkel, és egyes egyedül egy amerikai szképírót dicsért, az pedig Philip Kédik volt, amúgy. Nem mondanám, hogy mindenben osztom a nézeteit, mert Philip K. Dick sem annyira jön be szólva még a mai napig. Az ember a fellegvárban az nagyon jó volt, de minden más, amit próbáltam tőle, az jó, jó, de annyira nem fogott meg. Hát akkor itt is az adásnak. Sziasztok! Sziasztok. De aztán végül is akkor most nem rég, már mint hát az már kettő éve volt, vagy ilyesmi, de az idő relatív. Szóval elkezdtem az alapítványt elolvasni, mert úgy voltam vele, hogy van ez a nagyon szép kiadás, ami most az egész trilógia benne van, és... Féltégla. Így van, így van és hát próbáljuk meg, és fú, nagyon bejött. Én azt nagyon szerettem. Aztán végül is a mai adásra ugye elolvastam a Én a Robot című könyvet, amiről hamarosan szó lesz. Azelőtt viszont csak az alapítvány, illetve annak a prequel, meg mm. sequel könyveit olvasom éppen, és azért messze vannak az eredeti alapítványtól, e de igen, végül is ez az én az imov műveltségem eddig, illetve, amire szintén majd visszatérünk, de az én a robot filmet Will smith láttam nagyon sokszor még <laughs> tínédzser koromban, szóval nem tudom, az mennyire számít érvényes. Erről majd beszélgessünk. Rendben. Egyébként még Lemre visszatérve, hogy Filip Kédiket nagyon dicserte, meg az Ubik című regényét nagyon, nagyon tetszett neki, és írt is róla egy cikket, hogy az Ubik az mennyire ilyen hát ilyen látomásnak mondta, de hogy ilyen profétának nevezte Filip Kédiket a hmm. sarlatának közben. Ez oh. volt a lényeg. Lemnél, de aztán ők is összeveztek mert Filip Kédik akkor elég rossz korszakában volt, és már úgy értve, hogy elég súlyos kábítószer használatban volt éppen, és azt mondta, hogy Stanislav Lem igazából egy kommunista bizottság, akinknek az a célja, hogy lerombolják az amerikai demokráciát, és erről levelet írt az FBI-nak, hogy Lem igazából l -E -M, ami egy bizottságnak a rövidítése, egy titkos szervezetnek. Szóval... Érdekes megközelítés. Szerintem ez elég filipkédikes, de... Most a legyen szó. Így van. Egyébként nagyon érdekes, ez csak egy érdekesség, lehet, hogy valamelyik hallgatót untatni fogja, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mikor született a szimog. Ugye hivatalosan 1920. január másodikán, de ezt egyébként ő választotta, választotta ezt a dátumot. Ugye ő pont a Oroszországban a forradalom idején született, és a szülei emigráltak az Egyesült Államokba, és hát nagyjából tudjuk, hogy valahol 19... 1919 őse, és január közt született valamikor, és akkor az édesanyja utána egy kicsit idősebbnek hazudta, hogy, vagy kamusztana, nem mondjuk, hogy hazudta, hogy az iskolába bekerülhessen hamar, és akkor aztán, amikor ez kiderült, a Simov akkor, akkor azt mondta, hogy nem, ő fiatalabbnak akar tűnni, és akkor legyen 20. január 2. Ami azért vicces egyébként, mert 1945-ben még emiatt sorozták be. A ah, hadseregbe, aha, igen, ja. mert hogy ő még pont, pont valahol azon a határnál volt, ami besorozott lett volna, de aztán, aztán leszerelték elég hamar. Úgyhogy azt hiszem Hawaii-ra küldték, de nem, nem töltött ott túl sok időt. Uh -huh. Amúgy, hogy Asimov munkásságát kicsit csak így időben elhelyezzük. Ugye maga az író, ő 1920-ban született. <hállt> Most mondtam! <hállt> nem figyelsz! Uh, szóval 1920 ban született, és 92-ben halt meg. Így a legjelentősebb műveit, mondjuk így, azt 1940-es, uh, 50-es években írta, amikor akkor ugye ő a 20-as, 30-as éveiben járt. Ami nekem például tök érdekes, hogy ilyen relatíve fiatalon megírta a nagyon híres és nagyon befolyásos műveit, és akkor ugye egy idő után, Miután ezek a nagy művek megvoltak, akkor volt egy időszak, amikor inkább uh, ilyen non-fiction tudományos műveket írt, és aztán később tért vissza, és akkor elkezdett, hát akkor írt az alapítványnak is uh -huh. a előzmény folytatásaid, előzményeit, Igen. illetve még visszatért a többi történetéhez is. Az ugye rengeteget írt, nagyon sok short story, amikkel kezdett, aztán regények, aztán a non-fiction művek, levelezések, szóval nagyon uh, aktív író volt. Igen, az Astounding Science Fiction-t is akartam is itt említeni, hogy ugye ez a 30-es, 40-es években ez egy nagyon neves lap volt, ahova a science fiction írók írtak nagyon sok novellát, és a szerkesztő éve John Campbell nagyon jó barátságot is ábró, ápolt a Simov. Mm ilyen szakmai tanácsokat is uh, adott neki Campbell, meg ötleteket, és az első robot novellája is itt jelent meg egyébként, ami, ha jól tudom, az a, a Te hazug volt. Uh -huh. A Liar ami... valami ilyesmi volt. Az Szerintem Liar, igen. Annyi, ami benne is van ebben a kötetben. Igen, és ez az Astounding Science Fiction, ez egy nagyon híres lap volt, mert itt Clark is itt kezdte a pály, vagy a karrierjét, meg Heinlein is nagyon uh -huh. sok írása itt jelent meg. Úgyhogy ebből a szempontból ez, ez egy jelentős mérföldkő volt, úgymond, és... Az alapítvány ötlete is, ezt, ha jól emlékszem, akkor campbell prezentálta először, ami egyébként úgy jött, hogy olvasott egy könyvet a Római Birodalom bukásáról, oh. mm. és elgondolkodott, hogy mi lenne, ha ezt az űrbe helyeznénk át. Úgyhogy a alapvető inspiráció az alapítványhoz az a Római Birodalom volt, és mm. a bukása. Campbell befolyásáról, ami nekem a legérdekesebb, amit olvastam, hogy Azimov ugye nem írt űrlényes, regényeket, vagy sztorikat, és állítólag ez annak köszönhető, hogy így még a pályája elején írt valami űrlényes történetet, amit aztán elküldött Kembelnek, hogy nézze meg, és akkor Campbell eléggé leszólt, hogy nem tetszett, ahogy az űrlényeket ábrázolta, és akkor Azimov úgy volt vele, hogy akkor nem ír űrlényes történeteket, mert nem akarta, hogy campbell el a viszonya megromoljon, így ezek miatt Hm. ami egy érdekes adalék, érdekes. mert aztán tartotta is magát ehhez. Hm. Talán egy műve van, amiben űrvények felbukkannak, alapvetően emberek, robotok, hm. ez szerintem az imó fő témája. És elég sok potenciális volt ezekben, ha már ennyire gényt írt, meg novellát róluk. Így van. Igen, humanista volt. És egyébként biokémikus, tehát kémiából doktorált, tehát egy ilyen igazi, reál beállítottságú ember, ami szerintem érződik is a történeteiben. Ugye most az alapítványról majd, 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 beszélhetünk később, de most nem ezt olvastuk, mm. hanem a robot történeteire fordulunk rá, az Én a robotra, ami egy novellás kötet. Beszéljünk egy kicsit, hogy változtak a robotok Csapekhez képest. Mert Csapek volt az első, ugye, aki a robotokról írt, de a Simovnál egy teljesen más fajta mm. robot. Ami Nekem még a legszembetűnőbb különbség volt az az, hogy az imov robotjainak nagyon erős személyiségük van. Hm. És azon én csodálkoztam is, mert végül is tudtam, ugye, hogy van a robotika három törvénye, ami végül is a központi tematikája talán nem csak ezeknek a történeteknek, hanem úgy általában hm, az imov robot történeteinek. És ezért úgy gondoltam, hogy oké, okay, vannak a robotok, akik így a törvényeknek engedelmeskednek, de szinte mindegyik történetben a robotok megsértődnek, vagy humorosak lesznek, vagy kijátszák valahogy, vagy kiforgatják azt, amit az emberek mondanak. Szóval nekem így ez az, ami először feltűnt, hogy kifejezetten van egy személyisége minden robotnak. Igen, és itt alapvetően ilyen tudományos megközelítést is alkalmaz, hogy csapáknél ilyen kémiai robotok voltak, uh -huh. úgy amiket így megalkot az ember valamilyen anyagból. Itt azért már főleg az elején ilyen kis kezdetleges bádog emberek, és akkor utána fejlődnek szépen tovább, de hogy őket is gyártósoron gyártják, és ugye a központi legfontosabb részük az a pozitron agyuk, ami kvázi egy mesterséges agy és uh, tehát ez az egészet nagyon tudományosan közelíti meg, pluszban ugye a robotika három törvény, amit mondtál, és egyébként tök vicces, mert a kötetnek az elején Asimov írja is az ajánlásnál, vagy a dedikálásnál, hogy John, John W. Campbell juniornek a robotok keresztapjának, uh -huh. <laughs> és utána a robotika három törvényével kezd, ami szintén egy nagyon fontos, uh, nem is csak hogy irodalmi örökség, de ugye a mai napig is egy nagyon fontos része a robotok és az etika témájának, úgy Úgymond, hogy ez a uh -huh. három törvény ez pont arról szól, hogy azt hiszem, hogy az elsőt az pont Kemből együtt találták ki, mikor ötletbörzéztek, oh. hogy a robot nem árthat. Inkább felolvasom, nem, nem olvasom fel az Unsíren. Szóval az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni az emberi lényben, vagy tűrnie azt, hogy az emberi lény kárt szenvedjen. A második az az, hogy a robot engedelmeskedni tartozik az, az emberi lények utasításainak, kivéve, ha az elsőbe ütközik. És a harmadik pedig, hogy a robot saját. Védelméről tartozik gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első és kettőnek a rendelkezéseibe. Ami szerintem nagyon jól megírt három törvény, és az egész novellás kötet igazából e köré rendeződik uh -huh. valahol, hogy meg lehet -e ezeket szegni, vagy sem. Igen, igen, nagyon jól ki van találva, kifejezetten, amire szerintem nem gondolna mindegyik író, de ez a visszautalás, hogy kivéve, ha a második törvény az első törvénybe ütközik, vagy a harmadik az első kettőbe, hogy ezek így kivételeket adnak. Szerintem ez egy tök jó framework. Ez egy jó jogalkotás, ez egy jól megírt szabály. A Robotika a három törvénye jogász szemmel új podcast sorozat indul. Azt szavankét, nem. De egyébként Engem ez nagyon szórakoztatott különben a kötetben, főleg a, de azt majd nem akarom, hogy előre leszpoilerezni, de pont volt egy ilyen novell, ahol ezt járták körbe, hogy vajon robot-e a politikus, uh -huh. aki indult a választ. És az nekem nagyon tetszett, mert az olyan igazi ilyen kis jogi csül és csavarás volt benne. Igen. És ja. amúgy a három törvényről mit gondolsz, hogy, tehát így a való életben, ha tegyük fel, uh -huh. hogy robotokat kezdenénk el gyártani, ki tudja, mennyire közel vagyunk ehhez, Uh, így a három törvény, ez egy jó szisztéma, vagy ez inkább csak így a gondolatkísérletben működik jól? Szerintem egy jó szisztéma lenne. Egyébként szerintem most is gyártunk, úgymond nem a klasszikus Asimov értelem robotokat, de hát rengeteg mesterséges intelligencia van már. Múlt héten olvastam, hogy volt, amelyik átment a Turing teszten is. Tehát hmm. ezzel fontos foglalkozni, meg ez aktuális lesz évtizedeken belül, én azt gondolom, hogy az etikát tekintve, és ez egy tök jó alapja, alapja. Úgyhogy ennek biztos, hogy lesz jelentősége, szerintem egy jól megírt három törvény, meg érdekes kérdés, hogy ugye a mesterséges intelligencia és az ember az, hogy él, hogy él, és hogy éljen egymás mellett. Hogy mit kezdünk ezekkel a mesterséges vagyakkal, ha megalkottuk őket, és milyen lesz a viszonyunk. És ezt nagyon sokszor boncolgatja is egyébként mm -hmm. a Simov. Nem feltétlenül negatív hangnemben szerintem. Tehát nem egy ilyen pessimista látomás az övé, én azt gondolom. Szerintem se. Alapvetően az összes történetnek, hát, még csak azt sem mondanám, hogy pozitív a kicsengése, de mindegyik ilyen hát, pozitív, semleges, frappáns, mm. inkább ilyen lezárásokat mondanék, mint hogy mint hogy felázadnak az emberek ellen, mint hogy csapeknél. Így, így van, Mert uh, ez ilyen ezt Asimov mondta is egyébként, hogy őt ez nem foglalkoztatja, uh -huh. vagy nem érdekli ez a Frankenstein motívum, hogy a teremtett lény az ember ellen fordul, hanem őt pont az foglalkoztatta, hogy meg lehet-e szegni a három törvényt, uh -huh. és hogy élnek egymás mellett az emberek és robotok. Most egyébként, hogy meg lehet-e szegni, ö... szerintem nagyon sok sztoria arra fut ki, hogy nem, vagy ha megszegik, az inkább emberi hiba, és nem pedig a robotokban van. Ami érdekes volt ö, olvasni, az az, hogy végül is a három törvény az ezekben a történetekben azért nem egy iszonyatosan kőbevésett szabály volt, hanem többször is volt olyan szituáció, ahol arról beszéltek, hogy végül is mennyire erősen van alkalmazva egy-egy egy törvény. Mm -hmm. Például volt egy robot, ami valami... Legújabb gyártmány volt, nagyon drága, nagyon modern, és akkor arról beszéltek, hogy a harmadik törvény, ami arról szól, hogy a saját védelméről kell gondoskodni a robotnak, az végül is erősebben volt jelen abban a robotban, mert. Hogy túlélhessen a bányában, nem az volt, hogy igen, a munka igen. során igen, hogy így minél igen. jobban kiaknázzák. Vagy ugye volt a másik történet, ahol valami űrállomáson dolgozott, dolgoztak a robotok, és uh -huh. ott az volt, hogy az emberi tudósok vagy mérnökök, ők be kellett, hogy menjenek veszélyes zónába, ahol talán az ionsugárzás nagyon erős volt, uh -huh. eh, ami veszélyes az emberre, és ugye a robotok nem azok engedték. folyton megmentették Igen. az embereket, mert nem szabad, hogy bajuk essen, és akkor például ott ki volt kapcsolva a robotokban, vagy át volt fogalmazva de szerintem ki volt annak kapcsolva az mm -hmm. első törvény? Igen. Szóval, hogy ezek a három törvény, ez alapvetően mindig szerintem abból volt Galiba, amikor ilyen kreatív értelmezés, <laughs> vagy úgy Igen. mondták a robotoknak, hogy ne annyira figyeljenek erre az aspektusára. Szóval... Igen, kísérleteztek mindenféle prototípussal. És ennek mm -hmm. megfelelően mindegyiknél kicsit átértelmezték ezt a szabályt, vagy igen, felelősítették, mm. legyengítették valamelyiket. Ugye az én a robotban kilenc novella van, és nagyon laza kerete van azért, hogy Susan Calvin a robotpszichológus meséli el kvázi ezeket a történeteket, a szerzőnek, akiről nem is tudom, hogy tudjuk-e, hogy kicsoda. Szerintem nem. valami jó újságíró. Újságíró. Igen. És vicces, mert Susan Kelvin egyébként nem szereti az embereket, igen. robotokat sokkal inkább, hogy magának való introvertált valaki, és ő meséli le ezeket a, a sztorikat, és nem csak ő tűnik fel benne, hanem Alfred Lening is, aki az gyárnak az igazgatója, illetve van még két tudósunk, akik ilyen, ilyen kis goofy igen. karakterek. <laughs> uh, Gregory Powell és Mike Donovan. Powell akik és Donovan. <laughs> <laughs> akik folyton izé <laughs> piszkálják egymást. ők mekkora ilyen tök jó, hogyha lenne ebből sorozat, vagy bármi, szerintem ők lennének az ilyen igazi komikus De, páros. Igen. Amúgy a maga a kötet az azért ilyen szerkezetű, mert eredetileg ezek a történetek, ezek egyenként jelentek meg. Nem tudom, hogy különböző folyóiratokban, vagy egy folyóiratban, de hogy nem úgy íródtak, hogy ebből egy könyv lesz, csak mm -hmm. aztán uh, az imov összegyűjtötte, és akkor köré írta mm -hmm. végül is ezt a laza történetet, ami szerintem jól működik, nekem tetszett nagyon. Illetve maga a kötet címe is érdekes, ugyanis ez az Én a Robot, ez ezt nem az Imov találta ki, hanem egy másik írónak volt egy novellája ezzel a címmel, és egyszerűen a szerkesztőknek megtetszett, és azt mondták, hogy jó, mi lenne, hogy ez a kötet címe. És az azt mondta, hogy jó legyen. Vajna. Oké. Okay. Szóval Csóri. az egész uh, Én a robot kötet, az Ez egy kicsit ilyen mindenhonnan összehonnan meg különböző elemek. Össze vannak mozaikkal. Nem, nem tűnik fel, igen. <laughs> szóval összességében tetszett amúgy a novellás kötet? Nekem tetszett. Vannak erősségei, vannak gyengeségei. Az erősség az szerintem mindenhol maga a központi ötlet gyorsan is ránézek a listámra, de gyakorlatilag mindegyik történetben van valami, ahogy mondtuk is az előbb, valamilyen frappáns módja annak, ahogy a, a három törvény, hogyan lép interakcióba a robotokkal, az emberekkel. Szóval mindegyik tök érdekes volt olvasni. Van egy ilyen kicsit nyomozós uh -huh. jellegű vonala, hogy több történet. Lényegében arról szól, hogy valami elromlott, és azon gondolkodnak az éppen e, főszereplő karakterek, hogy vajon mi történt, hipotéziseket állítanak fel, bejön, nem jön be. Szóval ez a része, ez nekem tetszett nagyon. Az írásmód már szerintem hagyott kivetni valót maga után, és végülis nem is tartalékolom ezt későbbre. Asimov nem ír jól, mond ki. <laughs> nem akarom azt mondani, hogy nem tudna jól írni. Uh, amennyire olvastam, ő tudatosan végül is elég szikár volt ilyen szempontból, mm, hogy. Lényegető. Így van, nem ment bele nagyon a karakterekbe, vagy nagyon a párbeszédekbe, vagy ilyesmi. Inkább az volt, hogy volt egy ötlet, aminek kellett egy történet, hogy bemutassa. Ha nem lennének ilyen jók az ötletek, akkor nem hiszem, hogy jó lenne olvasni, őszintén szólva. Ez az én véleményem, de szerencsére jók nagyon a történetek. És azért Asimovnak egy, egy ilyen jó könnyed stílusa van, nagyon jó olvasni. pofa, humoros. Így összességében jó volt olvasni, de kicsit ilyen, hát kettő kettős érzések uh -huh. vannak bennem. Egyébként nem mondom, hogy káncel fognak Hoppa. az internet néphe, mert Az SF Online csoportban is egyszer aki bedobta egy vitaindítónak, hogy mit gondolunk arra, hogy a Simov jó író volt írás technikai szempontból, és egy ilyen tök konstruktív, érdekes vita alakult ki erről, mm. hál' Istennek ez egy, tök egy normális kis közeg volt, ahol egyébként én is azon a véleményem voltam, hogy írás technikát tekintve, én se tartom őt egy ilyen hatalmas nagyírónak, tehát később, az alapítvány utó későbbi részeiben olvastam, hogy leírásait is ilyen, hát kicsit cringe. Öm. Amúgy az alapítvány előzmény és folytatás könyvekben szerintem kifejezetten az a rossz, hogy azok gyakorlatilag hát, közelebb vannak az ilyen fókuszú meg mm. akciós, meg ilyesmi regényhez, és nagyon nem áll jól neki az alapalapítvány trilógia, ahol tényleg az egész alapítvány, a birodalom, a második alapítvány, ezeknek az ötlete van inkább átadva, és ugye nagyon nagy időugrások vannak, mm. nem merengünk el egy-egy szereplőn, az sokkal jobb volt szerintem. Igen, meg a leírásainál csak így arra gondoltam, hogy volt egy ilyen szerelmi jelenet is, ami triváz ez, meg nem is tudom, hogy hívták a csajszis is. <laughs> <laughs> nem, de ez nem megy, ne szerintem. Szóval igen, ami hogy mondott, de volt, igazából az ötleteiért szeretjük, én azt gondolom. És nyilván a saját korában biztos vagyok hogy elképesztő lehetett olvasni ezeket a történeteket akkoriban. Most is egyébként nagyon uh -huh. szórakoztatóan gondolom, de hogy akkor nyilván azért is volt ennyire népszerű Asszimó, és ennyire tehát ő nagyon hozzájárult ennek a műfajnak és a népszerűsítéséhez, mert tényleg fantasztikus ötletei voltak, és kifogyhatatlan, tehát rengeteget írt ezekről. De igen, tehát neki volt egy ötlet, és akkor a köré így körítette a dolgokat, és nem nagyon tudott női karaktereket írni, én azt gondolom. Most ez egy, lehet, hogy egy feminista beszólás, de hogy ha megnézzük, azért tele van férfi főszereplőkkel az összes sztoria. -ja. Ugye Susan Kelvin is hát szegény, egy csúnyácska, Nő, aki, aki uh, kis Én szerencsétlen. Susan Calvinról semmit nem tudok, azon kívül, hogy okos, de csúnya, zárkózott, csúnya és, öreg. Az és öreg. Uh, ja, igen. És van a, az egyik novella, a ponta te a te hazug, hazug, ahol, hát szerintem, hogyha háromszor nem kerül elő, az, hogy a csúnya öreg dr. Calvin. A két kollégája is csodálkoznak, hogy kb. ez a vén szipirtő itt mennyire kikente Igen. magát, amikor csak tetszeni akart a másik Igen. kutatónak. Szóval. Ej. Uh, Igen. Igen. És ráadásul aztán a wikipedia olvastam Azimovnak, és van egy külön szekció arról, hogy vajon szerette tapizni a nőket indokolatlanul. Igen. Igen. Uh, szóval. Um. Most kicsit leromboltuk nem PC. Ha, hozzátartozik. Nem ez uh, tartozik, uh, az... Csak tudod, hogy ilyen a uh, mai PC világban már bármilyen tényt meg tudnak valakiről, akkor cancel kész, nem létezett sose, ami szerintem egy tök egészségtelen dolog. Hát ez is az része, igen. Okay, De... Viszont Fight Me, uh, szerintem meg is jók a könyvei. <laughs> Change my mind. No woke Propaganda in this podcast. <laughs> Roboraptor Approves this. <laughs> De akkor is kivágjuk. De annyi is jó ez. Ugye olyanokat mondtunk egyébként a Proptorina podcastban is, hogy tehát, nyugodtan lehet provokálni. Um, ja, még azt akartam mondani, hogy igen, tehát hogy mindegyik novellában egyébként van valami rejtély. A ebben nagyon jó ezekben a ilyen kis detektív nyomozó uh -huh. sztorikban, mert a későbbi robotregényei is mindig a központi témája, vagy valami gyilkosság, vagy egy rejtély. És nagyon jól bontja ki a szálakat, meg a nyomozást. Én az acélbarlangokat olvastam, meg a mezitelen napot. Utóbbi nagyon nagy kedvencem volt, és ez szerintem tök jó, hogy egy kis detektív sztori, csak robotokkal igazából. Úgy tudom, hogy Agatha krisztét uh, nagyon szerette olvasni, hm. szóval nem csoda, hogy volt uh, inspirációja. Igen. És uh, akartam mondani a karakterekről, hogy hát benne vagy az én a robotban. személy a robot. van. Így van. <laughs> Majd, hogyha arról lesz szó, hogy melyik a kedvenc történetünk, akkor... <gül> <gül> Szebi eltűnt a Merkúron. Igen, én Másodjára olvastam egyébként, visszatérve központi kinek, hogy tetszett rész, ez én elsőre imádtam, nem tudtam letenni, emlékszem, hogy hozzá volt nőve a kezemhez, és most Másodjára is egyébként nagyon szórakoztató volt olvasni. Volt olyan rész egyébként, amit így Másodjára olvasva kicsit így, hát nem azt mondom, hogy untam, de hogy így annyira nem stimulált, de hogy összességében még mindig egy nagyon jó novellás kötött és nagyon jól vannak összeválogatva benne az írások. Mm. Hát a kedvenc novella nehéz. Sok van. Még nem kedvem. <laughs> <laughs> nem. Mégis ki kell emelned. Kb. kettőt, mert én kettőt fogok. <laughs> Na, várj, akkor megnézem a tartalmi jegyzéket. Hogy egyébként a Robi az olyan cuki volt a kislány. A kislány és a robot barátja. És annyira haragudtam a, az anyjára, hogy így, így elküldte a robotot, hogy veszélyes a gyerekére, meg nem bízik benne, és akkor a végén meg olyan cukint találtak egymást, hogy így elolvat, hogy ah! mert És egyébként ez később is például az acélbarlangokban is megjelenik ez a bizalmatlanság a robotok felé. Mert ott is van egy ilyen ember, az embereknek egy része, akik nagyon-nagyon ellenzik a robotokat, meg az egész fejlődés dolgot, és, és emiatt elég sok feszkó is van az acélbarlangokban is. Ebben. Hear me out. Azimov megírja a robot történeteit, bizalmatlanság a robotokkal szemben, ugrás, nem tudom, mondjuk az 12 ezer év, butleri jihad, dűne. Minden, minden össze van Minden katva. összefügg. Új-új. Mind blown. Egyébként a te hazug, az fájt. Az a te hazug, az a, az a gondolatolvasó robotról szól, hogy készítenek egy olyan robotot, aki kvázi gondolatot olvas, és senki nem tudja kitalálni, hogy hogy működik. És ez olyan szívfájdító volt egyébként, hogy, hogy mi történt vele, és hogy Kevin igazából szerintem bosszút állt rajta a végén, így indulatból de az emberi Igen. érzelmek nem írta el. És, és, a bizonyíték volt, ugye az volt, de most ezen gondolkodtam, hogy, hogy az volt a az, politikus. A politikus. Így van. A politikus, akiről elterjesztették, hogy robot és ezt próbálták megkideríteni, és, és nagyon tetszett. <laughs> Amúgy így a kettő kedvenc történetem szintén a hazug és a bizonyíték, és ha valaki nagyon nem akar semmit tudni a történetekről, az ugorjon egy kicsit, olvassa el, és aztán térjen vissza, mert Szerintem úgy a legértelmesebb, uh -huh. hogyha bele tudunk, be tudunk menni a részletekbe. Spoiler alert! Ugye a te hazug a gondolatolvasó robotról szólt, és ott igazából az volt a nagy csavar az egészben, hogy kiderült, hogy a robot mindenféle információkat adott a különböző embereknek, amiket más emberek fejéből olvasott elvileg ki. Uh -huh. Például volt egy ember, aki a hát, mint tudom én, ott a labornak a második számú vezetője, és neki azt mondta, hogy az első számú vezető ő le fog mondani, és már ő kitalálta, hogy a második számú vezető lesz a helyettese. Susan Calvinnak azt mondta, hogy az egyik kollega, Igen. aki tetszik neki, igazából tökre bele van zugva, meg ilyesmi, és aztán kiderül, hogy Ó, hát a kollega még sincsen belezúgva, hanem mindjárt esküvője lesz, az intézetvezetőnek eszébe sincsen lemondani, és végül is rájöttek, hogy egyszerűen az van, hogy a robot az úgy értelmezte az első törvényt, miszerint a robotnak nem szabad kárt okozni a emberi lényben, hogy ő gyakorlatilag bevelette azt is ebbe a törvénybe, hogy érzelmi kárt nem szabad okoznia. Uh -huh. Szóval amikor valaki megkérdezi tőle, hogy hé, a kollégám szerelmese belém", akkor, akkor nem mondja, szabad igen. megszakítani a szívét, hanem azt kell mondani, hogy igen. igen. Ami ö, ne, szerintem egy nagyon frappáns és nagyon jó gondolatkísérlet volt így azzal kapcsolatban, hogy végülis mit jelent a törvényben az, uh -huh. hogy kárt És aztán ott van a bizonyíték, ami, ugye, mint mondtad, arról szól, hogy megvádolnak egy politikust azzal, hogy ő igazából robot, és ő így bele is megy ebbe az egészbe, hogy nem hajlandó, mint amit nagy közönség előtt étkezni, amit amúgy a robotok nem tudnának, meg az van, hogy nem tud másoknak kárt okozni, és hogy akkor... Az a megoldás, szemharaki. hogy fel kell pofozni egy másik embert. Így van, és akkor arra nem hajlandó, meg ilyesmi. És ez a történet volt az, ahol a legjobban azt éreztem, hogy Azimov írói tudása egy kicsit lehetne erősebb, ugyanis a vége az lesz, hogy ez a politikus mégis felpofoz valami embert, aki rárönt valami tömeggyűlésen, és akkor mindenki azt mondja, hogy ó, oh, akkor a politikus mégsem robot. És aztán a történet legvégén a főszereplője ennek a novellának beszél a politikussal, és levezeti, hogy gyakorlatilag hogyha az a másik ember, akit megütött, az is egy robot, akkor mégsem szekte meg a politikus az első törvényt. És nincsen száz százalékig kimondva, de úgy 98 százalék, hogy akkor a politikus amúgy mégis robot volt, így viszonylag hosszan le van vezetve, hogy, hogy történhetett meg minden. És szerintem ez tényleg az egyik legizgalmasabb történet, de szerintem meg lehetett volna írni jobban, tehát nekem jobban tetszett volna akkor, ha kicsikét jobban megmarad abban a zónában, hogy akkor ez Ki most tudja? tényleg mm. robote vagy sem, mm. és szerintem nem tudom, hogyha más valaki írta volna meg. Filip akkor... Kélik biztos, hogy nem írta volna meg a megoldást, mert ő mindennek így adja mm. végét. Én ezt szerettem. Ah, és ennek a történetnek is szerintem jobban állt volna. Igen, hogy egy kicsit így misztikusabban, igen, hogy az olvasóra bízza kvázi ezt, hogy csak felveti annak a lehetőségét, hogy ha a robot volt a másik fél, akkor megüthette, és akkor, akkor tényleg mégis robot. De az a baj, hogy a következő novellában is utalnak vissza erre a karakterre, hogy egyébként ő egy robotpolitikus volt. Ugye a robotok alapvetően nem néznek ki úgy, mint az emberek a novellákban, nem mindegyik, de vannak ilyenek is, mint ez a politikus is, és ugye nem tudják megkülönböztetni, vagy nehezen tudják megkülönböztetni, hiszen intellektuálisan nincs különbség köztük, csak maximum ebben, hogy ugye nem okozhat kárt az embernek, úgy ugye ez, hogy nem eszik. Igen. Bár van egy meg is sokkal továbbfejlesztett robotja a szimovnak, aki nagyon sokszor visszatér, ő Danil, aki megszólalásig, tehát ő még az, az acélbarlangokban, amikor először feltűnik, akkor az emberi nyomozót bélit is megtévesztí, és nem uh -huh. tudja róla nagyon sokáig, hogy ő robot. Tehát ő egy ilyen abszolút ilyen adóász, aki így a robotok fölött fölött áll, és majd ők az ő karakterek kapcsán, majd jön még egy nulladik törvény is egyébként, uh -huh. amit aztán kicsit így össze is köt az alapítványjal később. Daniel felbukkan aztán az alapítvány Igen. Valamelyik könyvében, nekem csak onnan ismerős. Tehát a robotok és birodalommal kötötte össze, és utána... Nem tudom. De Nem. valamelyikben. Igen. igen. Tehát ő az ilyen abszolút... Minden, össze fő... <laughs> minden összefügg. Minden... Hát így van. így van. Kis logikusan. <laughs> Ez Teljesen jó. Igen. És legkevésbé kedvenc történetek ezek közül? Hát, venia. nekem nagyon sok elmélkedés volt az utolsó, az elkerülhető konfliktusban. Nekem uh -huh. kicsit túl lett tolva. <laughs> Vagy kicsit úgy éreztem, hogy egy nagyon... Ugye az az elkerülhető konfliktusnak az a lényege, hogy ott már mesterséges intelligencia, négy nagy mesterséges intelligencia uralja a világot, és irányítja a termelést, mert már nem bírják, nem, nem akarják az emberekre bízni. Ilyen jótékonyan uralja. Igen. Hát az emberiség érdekében. Mint igen. egy ilyen nagy számítógép. koordinálja Hát minden, Igen. termelést, meg élelmiszer, Mind. meg bányászat, meg ilyesmi. Egyébként ez valakinél még volt. Nem lehet, hogy Dicknél volt egyszer a Vulcanus kalapácsában, ott is volt egy ilyen nagy robot. De szerintem ott is, hát a vulkán volt az egyik ilyen nagy robot, mert ott az mm. volt, hogy volt egy ilyen nagy gondolkodó robot, és volt egy másik, egy fejlettebb, mm. és akkor elkezdtek, lényegében ez a kettő nagy robot harcolt egymással, ilyen proxy emberi csoportokon keresztül. Nem, nem szerettem amúgy azt. <gül> <Tudom>. <gül> az volt az első Philip K. Dick Hát az nem. A szerve ugyanez Gibsonnál is ugyanúgy az a két mesterséges intelligencia, ami elszabadul. Na, de ezt most tegyük fel, mm. hogy, Igen, tehát, hogy, hogy, az elkerülhető konfliktusban nekem kicsit mások voltam. Én nagyon túlbonyolítottnak éreztem. De egyébként de csak kicsit fárasztott a végén, mert azt mondom, hogy van egy ilyen, tehát hajlamos arra, hogy ilyen nagyon-nagyon belemegy az ilyen okfejtések, és uh -huh. akkor ilyen húsz fordulatja, hogy de nem is ez az azt, hogy az a második alapítványnál ugyanezt éreztem, hogy így folyamatosan így derültékből így kiderülnek így dolgok, meg így ember így leleplezik, mondjuk, hogy én nem is ez vagyok, hanem ez, meg ez, és így jó-jó, oké, de hogy nem volt úgy előkészítve. Nagyon. Hát mm, egyébként a csillagokban azon meg csak röhögtem, hogy Paul meg a társa mit össze <laughs> szemvettek, meg kiabáltak egymásra, meg szivatták egymást. Az inkább vicces volt. Jó, a a volt a humor. csillagokban voltam, úgy nekem szerintem így a leggyengébb olyan mm. szempontból, hogy Gömme. végül is értettem, hogy mi történik. <laughs> uh, ugye ott alapvetően az volt, hogy van kettő nagy gyár, akik ilyen szuper intelligencia, szuper agyakat gyártanak, vagy hát van egy darab olyanjuk, és az a szuper intelligencia mindenfélejét megtervez, megkiszámol, és mind a ketten valamilyen hiperűrugrás jellegű technológiát akartak szervezni, és a kettes számú gyár, akik a rossz fiúk kb. Hm. a történetben, Most. ők Elvileg elkészítették. Elkészítettek valamit, de hogy az folyton megőrítette a saját Igen. intelligenciájukat. Igen. És megőrült És ezért odaadták az egyes számú cégcsoportnak, akik a jó fiúk a történetben, hogy akkor ők számoltassák ki ezt a saját intelligenciájukkal. És akkor megtervezték ez alapján a hiperhajtóművet, meg az űrhajót is. És ott igazából a nagy összefüggés, a három törvényel az az volt, hogy így a hiperűrugrás közben gyakorlatilag egy picit meghalnak az uh -huh. emberek, és amikor befejeződik az űrugrás, akkor visszatérnek az életbe. És ez a tény, ez ugye Egőítette. megzavarta Igen. a robotot, mert nem szabadna hagynia, hogy bárkinek baja essen, még akkor sem, hogyha utána visszatér az életbe. De hát valahogy egész történet egy kicsit ilyen... Kivitelezés furcsa volt. Mert az tény, hogy nem, nem élnénk túl. Most se egy hiperülógrás, tehát fénysebességgel se tudunk utazni semmi. A, ezt egyébként tök jól vezeti le a térség ö, regénysorozat, mert ott ugye kitalálnak egy olyan hajtóművet, amivel tudnak gyorsan menni az űrhajókkal, nagyon gyorsan, mm. de ahhoz meg olyan létfenntartó ilyen inekciókat kapnak, amik életben tartják őket, különben a, a a nehézkedés, vagy hogy mondjam, ezt a gravitáció, uh -huh. amikor így nekilódul az űrben a, a hajó, azt nem bírnák. Uh -huh. Szóval ez egy tök reálisan ebreze, de hogy igen, és ez meg a másik, hogy megőrül a robot ebben a dilemmában, ugye ez több helyen is, és megint a regény, a robot regényeket uh, hoznám vissza, hogy a, a mezitelen napban is van egy ilyen, uh, ha jól tudom, ott van egy ilyen uh, momentum, hogy... Uh, Ugye Daniel a főhős robotnyomozó, és a főhős szintén Elijah Béli, aki egyébként egy ember. Uh -huh. Ők ketten nyomoznak, de Béli le akarja rázni Danielt. És a Daniel meg ragaszkodik hozzá a végletekig, és a, a Béli belemegy egy ilyen intellektuális vitába vele, aminek hát az lesz a vége, hogy szegény Daniel ilyen sokkot kap no. a kis pozitronagyában, és, és így kvázi így leáll. És ugye ez tök, egyébként ez nekem, hogy ilyenkor azt hiszem, hogy úgy írja el a Simov, hogy sérül, sérülnek a pozitronagyak uh -huh. ebben a dilemmában, hogy nem szabad hagynia, hogy az ember uh, sérülést szenvedjen, és ezt szerintem tök jól ábrázolta egyébként. Meg nekem nagyon tetszett abban a regényben és ez a vita, hogy, hogy addig provokálja, meg addig állítja ilyen lehetetlen helyzetben, hogy a szegény így leáll. <laughs> ja, de ez, ez, ez egyébként tetszett ez a rész. Uh -huh. Ja, és hát van a körbe-körbe, amikor a szegény eltéved a Merkúron is körbe-körbe rohangál, és, <laughs> és úgy olyan megmosolyogtató valahol, hogy a Merkúron vannak. Te... De szállsz, és így Hát nem akkor, hogyha... <laughs> ha ha mondom, vagy. Ugye. Jó, olyan, mint bradbury is a Marsbeli krónikája, és oda az emberek is telepeket építenek, tehát ilyen házakat, tehát, mondjuk Bradbury arra azt mondta, hogy ez nem is skifi, hanem egy szerintem mondta, Elon Musk, Musk is azt mondja, hogy ez nem szép. <laughs> 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 Jó, ez a műf... <laughs> minden epizódban felbukkan az, hogy Elon Musk mind gondol a dolgokról. Nincs mind Tesla. Nagyon szám. fontos. <laughs> nincs Tesla. -t. Jó. Tehát mi remélem mindenki értette az utalást, hogy Szabinek, mert lehetőleg jövő héten egy Teslát küldjetek. Jó, hát most csak úgy mondtam azt kifit, hogy hogy Bradbury nem műfailag nem tekintette science fiction a marsbeli krónikákat, csak a fahrenheit hanem ezt a marsbeli krónikákat inkább egy ilyen hátfantozizerű történetnek. Csak ez a bolygók kapcsán jutott eszembe, hogy ugye a Simovnál is az van, hogy a Merkuron. Hmm. Merkuron vannak egy ilyen kis telepen, és akkor űruhába ott kirohangálnak, ami mondjuk abból a szempontból reális ábrázolás volt, hogy azt hiszem ott is az volt, hogy nem tudtak sokáig kint maradni, mert Igen, hogy megsültek. Hát, uh, szerintem pont Szebét azért küldték. hogy uh, ők ne olvadjanak. -e. Pontosan. Igen. A hős. <laughs> <laughs> Szemű <Személyen> volt. <laughs> robot. Ez volt. Egyébként ez most valahogy eszembe jutott egy előadás, amit egyszer a Magvető hallgattam, a pont Science Fiction fordítókkal volt egy interjú mm. Juhász Csabával, Pig Zoltánnal, és pont erről volt szó, hogy mennyire van igény az újrafordításokra. Miért kell újrafordítani science fiction -t? Egy szót mondok. Nurse. <laughs> nurse, tényleg? Jó, Rubi nurse. Na igen, szóval ahogy az a helyzet, ezzel az Isaac Asimov, én a robot novellás kötöttem, ezt a Gabó adta ki, és a fordításnál az van egyébként, hogy, hogy Vámosi Pál fordította először 66-ba, és akkor hmm. utána Békési József, meg 19-ben. Bár Vámo Pál után is van egy 19-es, lehet, hogy több lektor volt, nem tudom. De hogy 19-es, elvileg a kiadás. Minden esetre ezeknél a gabós kiadásoknál ö, én is megfigyeltem, ami a napot olvastam, hogy voltak benne olyan kifejezések, amik kicsit ilyen elavultnak érződtek vagy ilyen furcsának, olyan magyartalannak, és gondolkoztam, hogy most velem van a baj, vagy egyszerűen, ré... és ennél, tehát ezek ennél sorozatnál ö, szerintem érződött mm. az, hogy kicsit régebbiek. Szerintem a Skiffy olyan szempontból jó pozícióban van, hogy végül elég réteg műfaj, és szerintem az... a nyelv, nem is a nyelvtan, hanem maga a szó szókészület, amit használnak, azok elég technikai uh -huh. Igen. fókuszúak. Szóval szerintem nehezebben vagy kevésbé tűnik fel, hogy régi fordítású egy szkifi könyv, míg hogyha ugyanebben az időből nézünk valamit, ami a mindennapi életről szól, szerintem ott sokkal jobban feltűnik, mm. hogy olyan szavakat használnak, mint olyan berendezési tárgyakra vagy mm. foglalkozásokra, mint például ami most itt ugye az első, novellában, a Robiban felmerült, hogy Robi, mint egy nurse van bemutatva, amire magyarul most inkább azt mondanánk, hogy... Hát dada, dada. nem? Igen. Igen, Baby Sitter? Babysitter, amúgy, uh, igen. Ez <laughs> is olyan szép magyar szó, nem? <laughs> oh, értem. Ja, a nőrsz úgy N-O-R-S. Csak igen. akinek nem teljesen egyértelmű, Hát. Szerintem a skifi az egy kicsit ilyen szempontból jobb helyzetben. jobb helyzetben van. Igen, de ha belegondolsz, viszont az ilyen klasszik skifikben már csomószor olyan technológiáról írnak, ami vagy nem valósult meg, vagy tök elavult. Uh -huh. És lehet, ezért is furcsa ezeket olvasni akár a, nem is tudom, az alapítványban voltak ilyenek, hogy ilyen könyvvetítés, vagy valami isről volt? Hát a, ami nekem a legviccesebb volt az alapítványban, amin nagyon-nagyon sokat mosolyogtam, hogy ott lényegében a nagy technológia, amiért az összes űrcivilizáció verseng, az az, az, atom? az, az atomenergia. <gül> <gül> ja, de nem Igen. tudom, hogy hogyan vannak ezek itt az űrben, hogyha ezeknek atomenergiájuk sincsen. Amúgy igen. Hogy kerültek oda? És aztán utólag már akkor Azimov a későbbi könyvekben ezt így el is másolja, vagy nem, uh -huh. nincs fókuszban. De igen, itt szerintem tényleg ami veszélyes, hogy ha sokat beszélünk a technológiáról, vagy sokat írunk a technológiáról, akkor óhatatlanul elavultak lesznek dolgok, vagy ha jók vagyunk, akkor, akkor megjósoljuk. Pontosan. Ez egyébként azt ami volna is így volt lemnél. Tehát nagyon sok science fiction író amúgy csomó dolgot megjósolt, ami egyébként tök flash így visszavavasni vissza ezeket. Igen. De igen, tehát akkor lehet, hogy megmosolyogtató is, de, de hát ez a irodalomnak meg science fiction irodalomnak ez a része. Csak érdekes volt a, for, a forítás sok kapcsán is ezek a szavak, meg nekem a robotregényekben Uh, uf, azt hiszem űrászok, spacers, és uh -huh. először nem értettem, hogy ezek kik. <laughs> Mert az a furcsa, hogy én ma az nappal kezdtem a sorozatot, és én nem gondoltam uh -huh. volna, hogy visszautalások lesznek ebben. Ugye az űrászok azok a hát felsőbbrendű emberek, akik kiköltöztek az űrbe. Ugye az acélbarnagok ezzel indít, hogy vannak az emberek, van a Föld, és mindenki a Föld alá költözik. Tehát ők nem mozognak már a szabad ég alatt, hanem valamiért, amit szerintem nem mond ki teljesen a szimob, a föld alá költöznek, és ilyen járatokban, alakutakban laknak, uh -huh. és az, űre, az űrászok, legalábbis ez a régi fordítás, most nem vagyok, nem tudom, hogy mi az új, mert az új fordításban még nem olvastam őket. Ott uh, szóval az űrászok az űrben laknak, és uh -huh. ők ilyen uh, felsőbbrendű lények, mindenki nagyon szép, nem betegek, nagyon magasak és ilyen nagyon különlegesek, meg okosak, intellektuálisak, de nem. Tehát van egy ilyen ellentét az emberekkel. Uh -huh. És az is, betegesen félnek a baszilusoktól. Oh. <laughs> és a meditelen abban, meg béli nyomozó, aki ugye a Földön lakik és ugye nem megy ki a felszínre, elutazik egy külön bolgó, egy másik bolygóra, uh -huh. ahol viszont a felszínen laknak az emberek, és a ég alatt sétál. És ez egyébként tökéletes tök érdekes, hogy ilyen kultusokat kap szegény, hogy a, a, nap alatt kell sétálni a, a mezitelen nap alatt. Úgy mondtad, oh. hogy nincs fölötte semmi, és ilyen teljesen rápánikol csóri. Szóval ezeket tök jól leírja, ezeket a kulturális különbségeket is. Nyilván ezek olyan szó összetételek, amik a szimovra jellemzőek, ezeket is baromi nehéz lehet egyébként lefordítani. De, de először én nem tudtam neki értelmet adni, Sink. és akkor utána-utána néztem, hogy ez mi. Beszéltünk az alapítványról elég sokat amúgy. Ugorhatunk, mert igazából már nincs sok időnk az Én a Robot filmre, ne? és arra, hogy miért nem adaptáció a film? Készüljünk fel pár controversial gondolatra szerény személyemtől, de kezdjük akkor veled. Ajaj. Mit gondolsz az Én a Robot című Will smith filmről. 2000. Négy. Négy. Jó, hát ez kettős egyébként, mert uh, amikor láttam, akkor itt tökre tetszett meg. Jó poénok vannak benne, vannak benne jó részek, amik kifejezetten tetszettek, de most egy pár éve is, meg nem most is újra néztem, és most úgy nem gyűgözött le igazán. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, és erős akartam beszélni, volt adaptálni, vagy nem jól adaptálták, de hogy az én a robot film az inkább ilyen skifi akciófilm, mm -hmm. és nem az az intellektuális filozofálgatás ember és robotok viszonyáról, ami jó és jóvá és érdekes és izgalmasá teszi ezt a regényt. Szóval Szóval ilyen kettős. Amúgy egy tök jó kis film, hogy el lehet nézni, röhögni a Will Smith poénjain, meg amikor csukott szemmel elő a kevén, az a bula csukott szemmel lőtt rád, és így, tényleg csukott szemmel? Hát te sikerült, nem? De mindegy, meg most, hogy visszanézt, hogy olyan párbeszédek vannak benne, hogy mi van? Vele leírtam, kiírtam. Na, Na. amikor Will Smith kérdezgeti a hologramot, és uh -huh. akkor jön a nagy fordulat, és kérdezi tőle, hogy mi a baj a három törvényjel? A három törvény nagyszerű, mondja Lenin. Akkor miért iktatta ki a robotból? Mert csupán egyetlen egy logikus következménye lehet. Mi? Mi lehet? Forradalom. Ki kezdeni. Ez nyomozó a legjobb kérdés. Tehát ezt el, uh -huh. hogy ki a robotból a három törvényt, mert csupán egyetlen egy logikus következménye lehet forradalom. És így ö, Lenink azért iktatta ki a három törvény szaniból, hogy fellázadjanak a robotok. Tehát ö, és közben Leninget meg kiírta Viki, aki egyébként egy mesterséges agy. Szóval öm, öm, maradjunk annyiban, hogy <laughs> pár párbeszédek nem voltak annyira jók. Szia, Anna! Azért hívlak, mert most szerkeztem a podcastot, és éppen annál a résznél járok, ahol arról van szó, hogy a Lenning azt mondja, hogy a három törvény kiiktatásának csak egy logikus következménye lehet, forradalom, és hogy ezért iktatja ki sony a három törvényt. De azon gondolkodom, maja az jutott eszembe, hogy mi van, hogyha ő arra gondolt, hogy a három törvénynek a logikus következménye csak is az lehet, hogy forradalom lesz, mert a robotok meg akarják védeni az emberiséget önmagától, ezért fel fognak lázadni az emberek ellen, hogy átvegyék az uralmat és megvédjék őket. Szóval, mi van, hogyha ezzel arra akart utalni, hogy a három törvénynek lehet csak is kizárólag a forradalom a következménye? Na mindegy, csak gondoltam, megosztom ezt a kis gondolatot. És az a detektíves szál, amit szintén tök jól írt egyébként Asimov, az most annyira nem. Uh -huh. Tehát nem nem lett olyan jó a kibontva, meg izgalmasan kibontva, hanem Will az összes random robot rátámad, és csak rá, senki uh -huh. másra. Tehát amikor nyomoz, meg megy az a Audi-val, nyilván Audi termékre kell elhelyezve, akkor is az van, hogy megtámadják a robotok minden és így mégis őt tartóztatják le. Tehát, hogy így senki nem látott no, semmit, again. amúgy é, érdekes. És hát ez egy elég furcsa film, mert ugye eredetileg, ez a 90-es években írta Jeff Winter egy ilyen uh, Agatha christie is a krimit, amilyen kvázi törbejtvére hajazott, hogy történik egy gyilkosság, és a legtöbb gyanúsított az a robot. És ez a forgatókönyv elég sokáig kalódott, és aztán a Fox megvette a én a robotnak a jogait, és akkor megtalálták ezt a forgatókönyvet, mm -hmm. mint Jack és akkor így szegény Csávó, nem tudom, ha harmadjára átírta a, a forgatókönyvet, és hát így átnevezett karaktereket, hogy az én a robottal rezonáljanak. És akkor kicsit így összemosta a sztorival, és azt mondom, azért is van az a végén kiírva, hogy, hogy, forgatókönyvet írt a Jeff Winter, suggested by by no, Isaac Asimov, van. és így jó. Na, ennyi, ennyi a, végső. A verziója a... Suggested. Így van. Na, hát akkor akkor te, akkor te azt fogod mondani, hogy neked tetszett, és nagyon király volt? Nekem tetszett. Uh, kis személyes anekdota. Ez a film, ez nekem le volt töltve anno számítógépre, és csak ez a film, még akkoriban, amikor nem lehetett nagyon rengeteg mindent letölteni, vagy nem volt egyszerű. Most uh, se lehetne. Ah, igen. igen. <laughs> és ezért, mivel az az egyetlen értelmes film a számítógépen, azért nagyon sokszor láttam. És egyrészt, mint egy Will Smith film, akciófilm ráadásul, tudod, hogy mire számíts. Uh -huh. uh, ilyen szempontból jó móka, Hollywoodi lövöldözés, ping-ping, gonosz robotok, <laughs> robbanások, mit tudom én, megmenteni a világot a gonosz mesterséges intelligenciától így jó szórakozás. Uh -huh. Úgy, mint én a robot adaptáció zéro, az bevallom én is, tényleg átvettek <laughs> embereknek a nevét, de lényegében annyi, meg elsorolják a filmben a három törvényt, és ez. Viszont, ha úgy nézzük, hogy az én a robot történetek arról szólnak, hogy van a három törvény, és ennek, illetve a törvény értelmezésének milyen következményei vannak, akkor az Én a Robot film szerintem egy jó Én a Robot történet. Végül is, ha megnézzük, akárhogy is lett toldozva, foldozva a film, arról szól, hogy van a mesterséges intelligencia, aki azt mondja, hogy az emberiség önmagát pusztítja, Szóval csak úgy lehet megmenteni, hogyha először mesterséges intelligencia ural le mindenkit. És gyakorlatilag azzal menti meg az emberiséget saját magától, ha, hát nem mondom, hogy szolgasorsba szakítja, mert talán nem majd taszítja, talán nem ez volt így kifejezetten a célja, de hogy ő szerezze meg az uralmat mindenki fölött. És szerintem, ez pont egy olyan probléma, amit Asimov is a történetekben boncolgat. Ugye van ez a, a nulladik törvény, ami Igen. Ö, később jött a képbe, Igen. ami arról szól, hogy a robotok elsősorban az emberiséget magát kell megvédeniük, uh -huh. és az első törvény, hogy a robotnak az emberben nem szabad kárt okoznia, az kivételt kap abban az esetben, hogyha az egyes embereknek való károkozás az emberiség egészének jobb tesz. Szóval szerintem ebbe még belefér akkor az is, hogy irányított robotokkal lemészárolni Phil smith hogyha azt ítéli meg a mesterséges intelligencia, hogy igenis az emberiség ugyan nem tudom, hogy mik voltak a környezetszennyezés, meg háborúk, meg ilyesmi. Háború! <gül> <gül> Ugye a, én a robot utolsó történetében, az elkerülhető konfliktusban, pont arról van szó, hogy mm. hogyan akadályozzák meg ezek a nagymesterséges intelligenciák a háborúkat, azáltal, hogy hát ők irányítanak mindent ott a földön, és szándékosan Elrontanak bizonyos dolgokat, Igen. meg emberek a munkájukat uh -huh. elveszítik, meg ilyesmi. És szerintem az Én a Robot film ilyen szempontból nem hangulatában, de szellemiségében uh -huh. egy jó Én a Robot történet. Na. Hát jó, csak ugye a Viki itt ilyen erőszakkal, tehát hogy ő erőszakot alkalmaz és irányítja a robotokat, akik így az embereket így beültetik a házukba, hogy mindenki maradjon nyugton, de ugye nem tudom, hogy mi lett volna ennek a kimenetele a sztoriban. Tehát, hogy így hát miért nem tudjuk a, nagyi, meg. a nagyit miért akarták bántani? <laughs> Te, jó, igen, a nulladik törvényre haj egy kicsit ez a vikinek, ahogy ő cselekszik, hogy ő újra értelmezi a sztorit, csak tehát meg... szerintem nagyon gonoszan van ábrázolva, mm -hmm. mert nyilván rossz kell tűnnie, de a most ettől a framingtől eltekintve, most ha neki tényleg az volt a célja, már pedig ezt mondja, hogy az emberiség egészét uh -huh. megvédeni, akkor... A logikám kikezdhetetlen. Pontosan. <laughs> És ugye figyelt elleninget, ez is ilyen milyen para, megfigyel uh -huh. a meg, megfelelőséges intelligenciád, ez már majd nem, majd nem olyan, mint Filip Kédiknél, amikor azt Dick egyszer valahol írta, hogy sose attól félt, hogy öntudatra ébred a Áj, már nem tudom, hogy volt, mindjárt elolvasom. Ki, kigyűjtöttem magamnak idézet, de hogy a Dicknél is volt ilyen, hogy mesterséges intelligenciával működött az ajtó, és így nem engedte ki, az az Ubikban volt. Az. Jó, szóval, igen, mert fizetni fizetnie, kell, kellett. kellett fizetnie kellett, és nem fizetett, és így elkezdte egy feszegetni az ajtót, és így mondta neki az ajtó, hogy be fogom perelni. És így mondta a karakter, hogy jó, ajtó még úgyse perelt be. Várjál, most azt megkeresem, mert ezek, ez engem nagyon szórakoztatónak, és nagyon sok mindent elmondott arról, hogy mennyire paranoiás volt, ha már itt paranoiáról van szó. Mert ez, az én a robot szerintem egy kicsit a 2000-es évek elején paranoiát is uh -huh. ábrázolja, ezt a 1911 utáni paranoid feszült helyzetet. Na itt van, soha nem attól tartottam, hogy egy hatalmas csörgő-zörgő gép masírozik majd az ötödik sugárúton, és felfalja New Yorkot. Mindig attól tartottam, hogy a tévén vagy a kenyérpirítóm a lakás magányában, ahol senki nem tud segíteni, közli velem, hogy átveszi a hatalmat, és felsorolja a szabályokat, amelyeknek engedelmeskednem kell. Hát igen. Adom. Adom a csábót. Szóval igen, itt, egy kicsit, itt is egy kicsit az volt, csak szerintem a Simov inkább arra ment rá, hogy miért nem lehet megszegni alapvetően a három törvényt. Tehát, ha a hiba is csúszik, azért a végén valahogy mindig az egyensúly az visszaáll. És itt meg egy tipik ilyen Frankensteines, amiről beszéltünk korábban, motivum volt, hogy ugye a robot az, az ember ellen fordul és bum. De amúgy Sunny karakterre nagyon szerethető hmm. volt, én őt nagyon szerettem. Itt volt. Igen, igen. És azzal viszont én nem értek egyet szerintem, hogy ez ilyen Frankensteines történet mert ez szerintem visszatér arra, hogy is Wiki, a mesterséges intelligencia nem azt mondta, hogy ki akarja írteni az emberiséget, neki ne parancsoljon senki. Hát, na, mennyi robot ugrott rájuk egyszer, hogy kinyírja őket? Hát, hát nem mert tudom. meg akarták akadályozni őt a céljai elérésében, és a célja az volt, hogy leigázza az emberiséget azért, hogy ne legyen több emberiséget pusztító dolog. Szóval, jó. to disagree. Én pont ezt akartam mondani, hogy ezen, ezen nem fogunk összeveszni. Jó. És akkor szerinted, ha ez nem volt egy jó adaptáció, Nincs. lehetséges lenne egy jó adaptációt készíteni? Biztos. Én Igen, egyszerű. Jó, ez most kicsit nagyképűen hangzik. mondjuk oh, megyek, sírok egy kis író, kis forgatókönyvet, azt hiszem, a baráfján. S figyelj, szerintem az alapvető központi ötleteit gondolkodását biztos jól meg lehet, vagy lehetne adaptálni, vagy a robotregényeket jól lehetne adaptálni akár. Az acélbarlangok inkább a világépítésben erős, a robotok az emberek ellentét, uh -huh. de a mezitelen abban egy nagyon izgalmas gyilkosság történik, és ott a nyomozáson van a fő. Tehát szerintem tök szórakoztató lenne, én azt gondolom. Uh -huh. Az alapítvány is próbálkozott, mármint az Apple TV az alapítványjal, uh -huh. de... Azt mondjam, nem az... láttam, arról esetleg pár mondatot feltudnád olvasni valamelyik <laughs> Amúgy a második évadról írtam, Szörnyű vagyok, mert az ilyen, ilyen katasztrófa, turizmus volt kicsit. Oh. Én nagyon vártam. Azt meg kell adni, hogy az Apple baromi látványos. Tehát annyira fantasztikusan szép a sorozat. Tényleg látszik, hogy nagyon sok pénzt költöttek rá. A zenéje is fantasztikus. Emlékszem, amikor az első részt néztem, akkor a Peti így beszólt, hogy mit nézel, operát? Mondom, nem, ez az alapítvány. És épp most érkezett a... Fú, hogy hívták a fővárost? Az alapítványban. Terminuszra. És akkor, ez eszméletlen. Ö, meg van benne jó ötlet, ami egyébként nem a Simov saját sem, uh -huh. hanem az íróké, hogy egy olyan császár dinasztiát hoztak létre, akik ott a galaktikus birodalomban uralkodnak, akik ilyen egymás klónjai. Tehát ez egy klón oh, dinasztia. Uh -huh. Van egy fiatal, egy, egy hát nem tudom, olyan 30-40-es, mindenki odáig van érte, mesztelenkedett és rendesen a második évadban és uh, van egy idősebbik verziója, de hogy ők folyamatosan így váltják egymást, uh, és, és így biztosítják azt, hogy folyamatos legyen az uralkodásuk. Uh -huh. De a többi, tehát a, nem tudom, hogy mondjam azt, hogy nem lett jó. Uh -huh. Nem írták meg jól a sztorit, nagyon elhúzták, a főhős benne a legnagyobb Heris Ő egyébként, én nagyon szerettem a, a Jared Harris-t, aki őt alakítja. Uh -huh. És volt egy pár karakter, akit viszont férfiból kicseréltek nőre, hogy minél több női kvóta legyen. Nő. Női Hát emeljük már a sorozatban, mert tényleg ilyen vísli parti volt tényleg az összes alapítványban. És a női karaktereknek meg semmilyen karaktere nem volt. Tehát no. ők azért voltak ott, mert ők nők, uh -huh. fafejűek, és ennyiben kimerült az ő személyiségük. Tehát nem egy erős nő. Tehát az nem erős nő, hogy ha egy nőt, aki ilyen a céljaimat véghez viszem, és fafejű vagyok, és behalázom a férfiakat, mert ez nem. Egy és kicsit siker volt ez a. siker és ráadásul az egyik karakter, Nek volt, volt a könyvben egy ilyen nagyon híres mondat, hogy az erőszaka a gyengék menedéke, ha jól emlékszem. ez uh -huh. van. Na, ezt úgy, úgy alakították át a sorozatban, hogy mondja ö, a... Hol volt az alapítvány? Term, nem, az volt a Terminuson? Egyébként, most nem azért. De de műveletlennek tűnünk itt. Nem tudom. Nem. Mindegy. <laughs> nem a, a Terminus. hogy a, szerintem a Terminus a volt a Galaktikus Birodalomnak a fővárosa. Na jó. Na, olyan a bolygó, ahol voltak. Most, most ezt meg kivágjuk, de most ezt most meghűlök már. Mert... Jaj, nem, nem az alapítvány, mert tudom, hogy alapítvány is kihozta a civil szervezeteket. <gül> <gül> de dolgozok alapítványok, és jó, basszus, nem, nem, ez nem az. Ez nem a civil szervezet, jaj, jaj, jaj. Hát nem hiszem el. Azt hiszem, hogy kell, egy ilyen uh, <laughs> Cibőrszervezetet létrehozni, hogy az a alapítvány. második alapítvány. Adom. A Trantor az volt, a Terminus volt az alapítvány bolygója. Szóval a, a Terminus egyik nagy polgármestere azt mondta, hogy az erőszak a gyengék menedéke, az egy elavult mondás. És ez egy marhaság. És akkor majd nem kivágtam a laptopomat az ablakon, hogy így. Ti normálisak vagytok? Tehát fú, azt úgy, azt kicsit úgy meggyalázásának éreztem az egész sztorinak, mert megint az akción volt a hangsúly, mm -hmm. hogy ők most mennek akciózni, és nyilván értem, hogy, hogy ezt még Asimov is elismertem, amikor újraolvasta 30 év után a saját trilógiáját, hogy így le is írt, hogy hát egy oldalakon keresztül hogy vártam, hogy valami történjen, nem történt soha semmi. Mert hogyha megnézed, hogy tényleg párbeszédek mm -hmm. vannak benne, de hogy effektíve akcióra nem nagyon kerül sor. Főleg az alapítványban. És amúgy nekem ez így tetszik benne, nekem, nekem is, pont ez. És hogy nem szerintem cseszik, ezért nem. nehéz úgy az Igen. alapítványt magát adaptálni, mert sokat hozzá kell költeni, Igen. viszont akkor valamennyire nyilván Elvesz. más is lesz. Nem is baj az, hogyha van benne akció, mert nyilván a közönségnek meg az kell, meg az már amúgy is fönn van, már, már hol fönn van. No. Tehát muszáj valahogy az embereket stimulálni, csak... Csak valahogy ezt az alapvető szellemiségét nem, nem értem, hogy, hogy nem tudták úgy átadni, nem, nem tartották meg, hanem ebből is egy ilyen akciós kifit csináltak. Uh -huh. És a második évad is egy ilyen szenvedés volt igazából, hogy nem tudsz a női karakterekkel igazán együtt érezni, és, és mindenféle arcot raknak bele, meg sztoriszálat, hogy nagyon PC legyen, de én a kicsit azt érzem, hogy ennek a nagyon PC résznek a rovására ment a story. Uh -huh. Úgyhogy, és ráadásul az alapítvány és birodalmat kezdték már behozni. És oh. most lehet, hogy spoiler, de mégis tavaly lement a sori, hogy behozzák az összfért, akinek mm. ugye az a lényeg az összférnek, hogy őt nem látja előre Harry Szádon, aki ugye a pszichohistóriát megalkotta, és azt mondja, hogy... Egy ember nem tud változtatni a történelmen, de és de. ő meg tudja határozni azt, hogy hogy mi vár a galaktikus birodalomra, de az összfért valamiért nem, nem látja a látomásaiban, vagy ezekben a szám matematikai mm. számításokban. És a sorozat behozza az összfért. Mm. Az egyik csajszinak... Uh, figyelj, én már nem ükrecsendem. <laughs> mert nem, az egyiknek tudom a nevét, mert ő volt az egyik nagyon híres férfi karakter, aki a a polgármester volt, a, polgár, a, polgármester, most megyek, és a polgármestert, Szábor Hardin, de mm -hmm. Szábor Hardin látja a látomásában az összvért, és én ezzel nagyon felhúztam magam, hogy ember, hogy járó hogy úristen, jön az összfér, aki egyébként egy ilyen kiborg a sorozatban, és no. a könyvben meg egy, hát, egy, kis nyeszlet szegény, ilyen kis, no, kis igen, tonga valaki volt. Na, no. no, megint a csúnyák, szóval de hogy, hogy, tehát, hogy látják elő az őszfélt, és így gyerekek, hát ez ott az egyik legnagyobb csavar az egész sztoriban, hogy ki az összfér, és ebből valami fegyveres kiborg, aki ott halomra gyilkolja az embereket a látomás, és így... Jó. Bocsánat, Akkor Anna. Kérni, Nem fogok az Apple TV-re előfizetni most csak ezért. Sorry, bocs, Anna rent, a rendjét hallgattátok, majd a timecode úgy írom meg, hogy Anna rendje az, az alapítványról. Szóval, hogy a túl hosszú lesz az epizód, akkor csak kivágjuk ezt az egész a oh! epizód. Uh, Anna rend az alapítványról. Anna egy személyes Ez szar! Nem azt mondom, hogy szar, de, de nem... Na mindegy. Ennyit arról, hogy, hogy tényleg ez egy ilyen és az a durva, hogy nagyon népszerű, mert hogy már berendelték szinte rögtön a harmadik évadot, tehát hogy olyan nézettséget produkáltak, hogy mégis berendelték. Úgyhogy úgy látom, hogy e kapcsán nagyon megoszlanak a vélemények. Én beszélgettem is erről egy ilyen szintén SF csoportban, hogy miért nem tetszik az adaptáció, és nagyon lelettem sznobozva az egyik komment előállt. De sznob vagy, azért semmi nem jó, valami volt, és jó, akkor paradicsomokat dobálhatok rám, lehet gyalázni, hogy kommentben írhatjátok meg, hogy nektek miért tetszett, ha már úgy is vitatkozunk ilyeneken, hogy miért tetszett. Nyilván én is elismerem, hogy vannak jó részei, de az az igazság, hogy én nem, én nehezen tudok elvonatkoztatni az alapanyagtól. Mm. és nekem ez fáj. És nem azt mondom, mert van, amikor el tudok, vagy amikor azt mondom, hogy, hogy tényleg jól adaptálnak valamit, és nem kell, hogy szó szerint kövesse az alapanyagot, de legalább az alapvető, mondom, szellemiség, gondolkodás volt, vagy ami különleges teszi, azt hagyják meg benne. Na, Jó, mert ha félsztem. már semmi sem marad meg, csak a külsőségek, meg akkor a meg... Igen. Pedig tényleg a könyve pont az a lényeg, szerintem, hogy ott ilyen kb. gazdaságilag igázzák le az egész rendszert. Meg túljárnak, igen, az alapítvány túljára a birodalom eszén, igazából. Vagy végül sosem hódítás... Nem százik a hatalmat. Nem, mert ah. az alapítványban okos emberek ülnek, igen. És ugye a birodalom meg már hanyatlik. Uh -huh. És ez a hanyatlás egyébként, szerintem ez jó, ez, ez a szál, ez tök jól lett bemutatva, azt a soriban is. Uh -huh. Bár ezért voltak benne fura részek. De hagyjuk. <gül> <gül> De, na, befejeztem. <laughs> Nem rendelek többet ezzel. Nem is hiszem, hogy túl sok adaptáció ...ra számíthatunk. A közeljövőben az, az alapítványt ezt még biztos elviszik egy darabig. Igen, kíváncsi vagyok amúgy, hogy mi lesz még. És ha már a szimov, nagyon ajánlom a robotregényeket, az acélbarlangokat. A, a, aztán a következő a mezitelen nap, utána a bolygó robotja, és talán utána a robotok és a birodalom, ahol már összeköti egy kicsit az alapítványos uh, világgal mm -hmm. a robot történeteket. ezek ilyen nagyon jó detektív történetek, különben robotokkal. Na, <laughs> ah, úgy megosztad nekem nagyon a kedvem. Örvök. Az Az acélbarlangokra már előtte is mondtál jókat, szóval majd szerintem lehet még letudom a talán kettő könyvet, ami az alapítvány uh -huh. sorozatból vissza van, és aztán okay. tovább. Hát nagyon sok nagyon-nagyon sok regénye van még, mm. úgyhogy ha még van valami, amit ajánlanátok, akkor, akkor mindenki írjátok meg. Ahhoz képest, hogy mennyi regénye van imovnak, nagyon kevés az adaptáció belőlük. Igen, Készült amúgy Rob egy... Robin Williams. Robin williams -el is. Bocs. Igen? Aha. Oh. De csak, bocs. Csak azt akartam, hogy készült egy magyar film az egyik Azimov Na, novellából. Uh, gyorsan meglesem, hogy... Vov! Uh, mert fent van YouTube-on is. A halhatatlanság halála című uh. műből. Aztam van az egész YouTube-on. Aha. 76-ban készült. Uh. Kicsit úgy is néz ki. <laughs> Jó, hát ez olyan retro, hát ez király. Tényleg, Ramina hogy András forgatókönyvében ma ez mtv ben készült. Hát meg van, mit fogok nézni? Egy óra 19 perc. És azt láttad? Ez a beszél. De ma délelőtt láttam. Hát, tényleg? És körgettem a, az a Wikipedia oldalát, így felkészülésképpen, és akkor csak így scrollaztam el az adaptációk uh -huh. rész mellett, így nem is olvastam, és ahogy így ment el a szöveg, nézem, itt van, egy, ez egy magyar cím volt, vagy micsoda? Való. Én visszamegyek, és ott van, hogy oh, a hatatlanság hát. halála, mondom, na, ránéztem Youtube-on, valami jó lélek feltöltötte, szóval, uh, ha szeretnétek uh -huh. egy amíg 10 per 10 az imov adaptációt nézni, akkor nem tudom, hogy ez az lesz. -e. Egy próbát megér. Egy próbát megér. Amíg le nem egy a YouTube algoritmusa, hogy valószínűleg nem engedélyet töltötték fel, bár nem sem hív. a, nem tudom, új EP Dunafilm nagyban keresni a 76-os az imov filmjét. Nem tévé arhújú, nem tudom. Mm. Na, Na mindegy, de kíváncsi vagyok. Egyébként uh, Lemnek is készítettek a regényéből a magyarok adaptációt. A... Az urhangja. Nem. Abból is, aból igen, Páfi Györgynek, az most egy igen. újabb volt, de egy régebbi, ilyen 70-es évek gondoltam most a Pirx Pilóta kalandjai, ami egyszerűen megmosolyogtató, olyan bájos, az aranyos. volt? Uh -huh. no, az, amikor a konyhai eszközök voltak a yeah. tudományos, fantasztikus háttér, yeah. a reszelő. Erről csak ilyen vannak meg. Szerintem fönn is van lehet pár részlet. Az is ilyen cuki. Ilyen kis űrruhában, ilyen kis celofános űrruhában. A magyar szkifi aranykora. Házi barkács megoldások a 70-es években. Teljesen valakinek Van, ez a barkács, lásd George Lucas, már barkács volt. Egyébként ez az én a robot is tipik 2000-es évekbeli, 2000-es évek eleji science fiction film. Akkoriban nagyon sok ilyen készült különben. A, nekem az egyik ilyen kedvencem a külön vélemény, ami egyébként egy Philip Dick novellából készült, és azt is nyilván felturbózták sok-sok akció jelenetem, meg Tom Cruise rohangál benne. <laughs> Surprise! Ne? De az a is egész jó. Másik Tom Cruise-os világok harca. Ja, az igen, is igen igen, igen, igen. Ez csak így a, így a, érzés alapján akkoriban volt az is, mert nagyon hasonló a vibe -ja. Szolaris. a Szolaris is. Ú, az lesz. De, <laughs> Igen, ez egyetértünk. Igen, szóval sok. Akkor így nagyon nagy aranykeret érte, a Schwarzeneggerrel is volt a... Fú, Total Recall. Total Recall, az más. is, az is Philip K. Dick novella. Ja, úgy, Philip hogy... K. Dickből többet adaptáltak. Igen. Kamara neki... által homályosan. Uh -huh. Fú, az nagyon durva volt az Teljesen az életről. Igen, hát Philip K. többet. Neki nyilván, egyébként róla sem mondanám azt, hogy ilyen fú, de fú, hatalmas író, de hogy neki azért voltak nem is tudom, szép gondolatai, vagy depis gondolatai, meg, meg neki is igazából az ötletek maguk. Meg ő nagyon ráment a filozófiára. Tehát neki ez egy nagyon-nagyon erőssége, hogy ő nagyon sokat filozofálta uh -huh. a regényeiben, meg foglalkozott filozofikus kérdésekkel. Viszont, ha már az írás, meg az írás technika, akkor a következő témánk Ray Bradbury. Hát, ha olvastál még, hát, Gyönyörűen ír az a csávó, és most Pétusz biztos, hogy beszólna is, mert fog tépni a haját, hogy jaj, az ez egy annyira elcsípert, izé, izé. nem, nem azt mondom, hogy szar, de, hogy ő teljesen kiakat rajta, hogy jaj, túl van hype-olva a Fahrenheit, szóval spoiler, Fahrenheit 451 lesz a következő olvasmány, és, és Ray Bradbury volt az az első skifíró, akire azt mondtam, hogy na, ő szép irodalmi igényességgel mm. Na, kíváncsi én leszek vagy. nagyon. Én még semmit nem olvastam Bradbury-től, szóval várom. Én is. Pedig én már olvastam, ja. de alig várom, hogy beszéljek róla. Vanak ilyen írók, amikről így úgy érzed, hogy így muszáj beszélni, és így alig várod, hogy találkozol olyannal, akivel ezt meg tudod osztani. <laughs> és például őt anyukám is olvasta Bradbury-t, mm. és azt mondta, hogy szép. Pedig ő abszolút nem szereti a science fiction-t. Mm. Viszont most a mi hatásunkra csepeket is megvette. úgyhogy. Ez a beszélgető <laughs> <laughs> Jó. Na. Van még valami, amit szeretnél elmondani, megosztani a Simovról? Szerintem alaposan kitárgyaltuk az írót és a munkásságát, ami ide tartozik, szóval az én részemről lekerekíthetjük a mi magunk is történetét. Jó, van, úgyis kihasználtuk most az időt, úgyhogy király. Köszönjük szépen. Köszönjük a hallgatóink szépen. A figyelmét. Így. Legyen nagyon szép reggeletek, estétek, napközbenetek, attól függ, hogy mikor hallgatjátok az epizódot. Boldog vasárnapot mindenkinek, aki már rögtön a megjelenés napján hallgatja. És tartsatok velünk a következő adásban is. Bradbury-vel folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok.